Na szevasztok srácok, Dreamy vagyok, és nagyon rég nem volt már forzás videó, úgyhogy itt az ideje egy újnak. A maiban fogunk csinálni egy Volkswagen bogarat, ami, ha minden igaz, akkor olyan kemény lesz, hogy kétkerekezni fog. Na majd az kiderül. Meg a múltkori videómban mondtátok a Bugattisba, hogy nagyon rossz a minősége a videónak. Hát sajnos ezzel a géppel, ami nekem van, már sajnos nem tudok jobb minőséget összehozni. Egyébként, ha tudjátok, vettem anno ezt a capture cardot, ami hát nem volt túl olcsó, megsúgom használtan 50 ezer forint, és nem tartott csak 3 hetet. Úgyhogy ha ez még működne, akkor egy picit jobb lenne a minőség. Vagyis hát nagyon jobb lenne a minőség, de mivel ez már nem megy, így sajnos csak ezt a minőséget tudom összehozni. Majd valamikor, amikor lesz rá pénzem, akkor fogok venni új videókártyát, mivel a mostanim az már nem nagyon a legjobb, ugyebár egy 770-esen van, egy 4GB-s. Úgyhogy hát előre is sorry a minőségért, majd megpróbálok jobbat csinálni. Na, itt is vagyunk a játékba, fiúk. Itt van a Volkswagen bogarunk, amivel most beszállunk, most vettem az előbb az aukciós házból, egy jó kis ilyen hörbis festéssel. Kezdjük el tuningolni a gépet, nézzük csak fejlesztés. Mégpedig a legelső dolgunk az, hogy rakjunk bele egy komoly motort. Itt van nekünk 2 literes sor 4, 2 literes turbós boxer motor, 2-feles boxer, 2 literes boxer, és 4 literes 6-hengeres boxer, hát nyilván ez lesz a legerősebb. Hajtáslánc az nem kell, mert úgyis hátsós alapból, persze dupla turbó kell. Lóerő az nagyon fontos lesz, ahhoz, hogy két kerékre tudjon állni a kocsink, úgyhogy hát a motorot az feltuningoljuk fullba. Na, meg is vagyunk a motortuninggal. Folytassuk a kinézetnél egy kicsit, és mit lehetne itt a lököst? Vegyük le, úgy a legszebb, hogyha minél kevesebb dolog van rajta, így. Itt pedig... ez jól néznek ki rajta egyébként, tökre stílusos, csak sajnos ez egy drag autó kell legyen, úgyhogy nem nagyon pakolászunk rá semmit, mert akár még jelentős teljesítmény csökkenést is érhetünk el vele. Na, ugyebár a Forza Horizon 4-ben már van drag gumi, ez nagyon fontos, enélkül egyébként esélytelen lenne az egészet összehozni. Egyébként azért választottam a bogarat, mert mint látjátok itt, ahol mutatom az egérrel, tehát ez egy hátsó meghajtású autó, amin hátul van a motor, ez nagyon fontos, így a magának az autónak a nagy részt a súlya is hátul van, úgyhogy hát nem kell hozzá akkora nagy tapadás meg erő, hogy ez álljon két kerékre, mint egy olyan autónak, aminek például elől volna a motorja, tudjátok, mint ezek a nagy V8-as amerikaiak, oda sokkal nagyobb tapadás és erő kell, hogy az felálljon, mert az egész motort fel kell emelje meg úgy minden, de itt igazából nem, mert az egész súly majdnem hátul van. Milyen gumi, vagy milyen felnit rakjunk fel, mindenféleképp valami ilyesmi, ilyen drag felni kellene rá. Na, jó lesz ez egyelőre, most nem számít, hogy néz ki, a lényeg az, hogy működjön. Nem lesz könnyű egyébként összehozni, én kb. Tudom, hogy kell olyan autókat építeni, amik kétkerekeznek, mert már építettem egyet, egy BMW Isettát, igen, katasztrófa, de egyébként kétkerekezni tudott, úgyhogy az volt a lényeg. Ami nagyon fontos, hogy rally felfüggesztés kell bele, mert a rally felfüggesztés az egyébként elég puha, és ide kell a puha felfüggesztés, hogy tudjon így hajózni az autó, de majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért. 56 kilót még ki tudunk venni az autóból. Na, fel is tuningoltunk, és 840 kilós az autónk, és 716 kilowatt, ami úristen, az legalább 1000 lóerő. Hát az egy 850 kilós autónak úgy, az úgy elég sok. Hú, na, lépjünk ki, nézzük meg, hogy mit csinál. Na, eljöttem ide az alagútba, ugyebár itt általában jó hangja van a kocsiknak, igen. Hú, majdnem 10 000-et leforog a motor. Hát most így valószínűleg, hogyha próbálok... Úristen, még... Hogy megemeli már az orrát még így is? Mi a szar? Halljátok, ne... Milyen kiderül, hogy nem is kell rajta állítgassak semmit. Konkrétan. Mekkorát emel az orrába, és még nem is állítottam rajta semmit. Hát ez beszarás. Figyeld. Na jó. Akkor kezdjük egy kicsit állítgatni, mert azért így... Hogy is mondjam, hát nem áll fel két kerékre, de azért majdnem. Nézzétek már, mennyire megemeli az órát. Még hogyha puhítunk, keményítünk itt azt, állítgatjuk a váltót, akkor szerintem meg lesz. Úgyhogy kezdjük először is a gumival, ami... Dragguminál nagyon fontos, hogy
a gumi, amelyiken hajt a kerék, az tényleg legyen leengedve, amennyire csak lehet. Mert egyébként a drag gumik sokkal jobban tapadnak, hogyha le vannak engedve. Nézzük csak most. Úristen, mennyivel jobban tapad. Sokkal jobban tapad leengedt gumival. Hopp, hopp, jó, egy picit elemelkedik most már a kerék. És még szinte alig állítottam rajta valamit, ez beszarás. Sebességváltó, az így van gyárilag, de szerintem... egy picit, nem is kell. Jó, ne állítgassuk annyira. Ez itt normálisan van. Most a kanyar stabilizátort, meg úgy általában mindent úgy kell beállítani, hogy hátul kemény legyen, és elől pedig lágy, hogy tudjon mozogni az eleje. Hogyha lágy egyébként a felfüggesztés, akkor így hajózik az eleje, és úgy sokkal könnyebben fog felállni két kerékre. A magasság az fullon kell legyen, de viszont hátul mindent keményre, és elől pedig lágyra. Ezt ugyanúgy megcsináljuk itt is, tehát mindent hátul keményt, elől lágyat. Jaj, de mindenki nem fék, nem számít. Ja, és egyébként a diffit azt nagyon fontos, hogy például itt van, így van itt, mit tudom én, most megmutatom nektek, hogy miért nagyon fontos, hogyha 30%-on van, akkor mindig az lesz egyébként, hogy csak az egyik oldalt fog elkaparni normálisan a kerék. Ú, egyébként már nagyon emelkedik. Hopp, ez szerintem most már elemelkedett így az aszfalttól. Nézzük csak meg. Csak a diffit azt majd 100%-ra összekez. Hopp, megint elemelkedett. Megint. Jó, ez jó lesz. Beszarok, hogy... Jó, zárjuk össze a diffit fullba. Ez nagyon fontos. Másképpen az egyik kerék több erőt kap, mint a másik. Ami, hát nem túl jó dolog. Egy ilyen autóba. Na nézzük. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy össze tudom-e hozni. Mehet, let's go. Na jó, ez elég komoly. Kettesben már nem emel semmit. Próbáljuk ki megint itt. Álljunk meg, tehát full álló helyből. Mekkora dob az elején beszarás. De ez még mindig nem olyan, aminek én képzeltem. Szerintem ennél még tudna többet is. Picit állítani kellene még a váltón, mert nagyon leesik a fordulatszám. Vagy megpróbálom full gázból elindulni. Így se jobb, így meg elpörgeti nagyon a kereket. Állítsunk egy picit a váltón. Szerintem még akkor még jobb lesz. Picit rövidebb kellene legyen az egyes. Tényleg csak egy picit. Talán, hogyha megtalálom pont azt a pontot, mikor jó, akkor szerintem ez nagyon komolyan két kerékre fog állni. Mi a szok? Na jó, 190-ig mentem két kereken. És csak az egyest állítottam át. Jézus Isten, na jó, jó, jó fiúk. Ezt ki kell majd, akinek van Forza Horizon 4, ezt próbálja ki. Ahogy én állítottam, mi a szar ez? Mi a szar ez? Ó! Oh! Jó, ez egy vicc. Áj, mi az? Jézus, várjál, ez nagyon kétkerekezik, én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire fog. Várjátok, hogyha még itt állítgatunk egymást, akkor talán nagyobb sebességbe is fent tudom tartani az autót. Két kereken. Csak az a baj, hogy ilyenkor nem lehet irányítani nyilván, mert az első kerekek hát a levegőben vannak. Egyébként azt megsugom, hogy full gázzal szar elindulni, mert így csak így nem emeli annyira meg, úgyhogy kisebb gázzal kell. Gyerünk! Aha, csak így nem tudom irányítani, az a gond. Melegítsük be egy picit a gumit, az lehet, hogy segít még jobban. Bár ennek már annyira nem kell, mert nagyon jól feláll egy kerék, vagy két kerékre. Mi a szar ez a kocsi? Én beszarok. Próbáljuk meg itt egyenes úton. Megpróbálom beállítani egyenesre. Kicsit vizesít az út, de full gáz, gyerünk. Az a baj, hogy odaüti a hátát és elviszi. A francba. Az a gond, hogy odaüti a hátulját és akkor elmegy az egyik irányba. Gyerünk, ne menj már el az egyik irányba! Franc, egyen meg. Picit alakítani kellene rajta. Hogy ennyire nagyon azért ne álljon fel két kerékre, csak egy... Mert így már besurul a hátulja, úgymond. Gyerünk. Elkapart. Megint elkapart, vizes itt a hely. Látszik. Ja, elindult az eső. Ilyenkor már nem fog felállni két kerékre amúgy, mert ha esik az eső, hogy egyszerűen csúszik a kerék. Imádom Angliát egyébként, ott játszódik a Horizon 4. Mindig esik az eső, ilyen nincs amúgy. Akkor hanyagolhatjuk is, mert egyszerűen képtelenség esőbe felemelni az autónak az orrát.
Itt egyszerűen nincs elég tapadás. De amúgy beszarás, hogy hogy megy ez a kocsi. Semmit nem tapad ilyenkor mondjuk. Meg hogy nagyon lágy az orra, elpatog a kerék, mint az állat. Jézusom, haló. Na jó van, srácok, hát ez lett volna a bogárnak a beállítása. Hogyha szeretnétek, akkor egyébként letölthetitek a tuningot. Ugyebár benn van ott, ahol kell keresgélni a tuningokat az autókhoz. Ott lesz, hogy Dreamy egy kerék, az lesz a neve. Vagy hogyha szeretnétek, ti is be tudjátok állítani, ha megnézitek, hogy én hogy állítottam be. Na mindegy, most már nem tudom megmutatni, mert hát vizes az út. De egyébként száraz úton, mint láthatátok, elég komolyan működik. Szóval ja, alapvetőleg annyi a lényeg az egésznek, hogy elől nagyon lágy legyen a felfüggesztés, hátul pedig kemény is. A legnagyobb súlyt mindig hátra rakjuk. Nézzük is csak meg, hogy tehát maga az autó olyan legyen, hogy hátul legyen a súlya, inkább ennek 38%-a van elől, szóval mondjuk, hogyha volna olyan autó, aminek olyan 70%-a van már hátul, akkor az még komolyabban tolná a két kerekezést, de igazából ezzel is lehet, például a Fiat Abarth-ának már 42 van elő, szóval az annyira már nem jó, de szerintem ennek is meg lehet csinálni, mert ez is ugyanúgy hátul motor és hátul is hajt. Na jó, fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk, és hogyha tetszett nektek, akkor nyomjatok egy lájkot. Megpróbálom gyártani a Horizon 4-es videókat, csak mint mondtam, hát nem lesz a legszebb a videó minősége. Én most megpróbáltam egyébként ilyen grafikai beállításokon tweakelni, úgymond a játékot, picit szebb legyen. Tehát hogy sajnálom, hogy ennél jobbat nem tudok kihozni a gépemből, sajnos ez ennyit bír. Na legyetek jók, én Dreamy voltam, kövessetek be Instagramon, Dreamov18 egyébként a nevem. A következő videóban meg találkozunk. Na sziasztok!